Ez az a vadonatúj szimulátor, amellyel új szintre léphet a pilótaképzés Nyíregyházán a Trainer Kft-nél. A cégnél tanuló mintegy 120 kadétnak a szükséges repülési órák egyharmadát kell ebben a gépben teljesíteni a vizsgálőt. Ez pedig az az oktatóközpont, amelyben többek között a szimulátor is helyet kapott, a mintegy 700 négyzetméteres környezetbarát épület a pilótatanoncok gyakorlati képzését kívánja fejleszteni. A új oktatási központ azért volt szükség, hisz a kapacitásunkat a oktatótermek számával kinőttük, és lennek három oktatóterem és két szimulátorterem épült meg, amiben egyikbe telepítettünk egy ELSIM szimulátort, ami a piaci igények maximálisan megfelel, egy piacvezetőtől vásároltuk ezt a szimulátort, és ennek a központnak a szükségessége a magas létszámú hallgatók, most is kb. 120 hallgató van képzés alatt a iskolán. A megnyitó ünnepségen a Nyíregyházi Egyetem rektora kiemelte, hogy a felsőoktatási intézmény több évtizedes szoros együttműködésben áll a Trainer Kft-vel. A hallgatók 7,5 éves képzésben vesznek részt, az elméleti alapok megtanulása után a harmadik szemesztertől kezdhetik meg a repülési gyakorlatok elsajátítását. Mi biztosítjuk a magas színvonalú elméleti képzést, egyrészt az oktatóink és a külső óradók segítségével, a Trainer Kft. Pedig a gyakorlati képzést biztosítja. Ugye annak az első fázisa, amikor a szimulátoron gyakorolnak a hallgatók, és csak utána kerülnek valóban gép közelbe, amikor már élőben vezetik a repülőgépet, úgyhogy a mai nap azért nagyon nagy dolog a számunkra, mert egy új szimulátor kerül a képzésbe, ahol még magasabb színvonalon tudják a hallgatók gyakorolni a repülést. Kovács Ferenc polgármester köszöntő beszédében úgy fogalmazott, mind a Trainer Kft-nek, mind pedig a Nyíregyházi Egyetemnek büszkének kell lennie az elért sikerekre. A pilótaképző centrum mintegy 2 éve együtt működik a Wizz Air légi közlekedési vállalattal, amivel sikerült elérni, hogy a jogosítványt szerző pilóták azonnal el tudjanak helyezkedni. 52 éve kezdődött a pilótaképzés Nyíregyházán, egyedül Magyarországon. Másrészt a város rangja és a lehetőségek. A pilótaképzés mindig a legmodernebb képzéshez tartozik, és itt Nyíregyházán a feltételek adottak. Van egy jó repülőtér, van egy Trainer Kft., itt az egyetem, az önkormányzat támogatja, és most már a Wizz Air személyében van egy olyan komoly partner, ami piacot is jelent hosszú távon, és a Trainer Kft. Az elmúlt években is mindig végzett kisebb fejlesztéseket, komolyan gondolja, és a városvezetés támogatására is számíthat. Az átadó ünnepséget követően a rendezvény díszvendégei és a leendő pilóták Verez Zoltán műrepülő Európa-bajnok légi bemutatóját nézhették meg, aki szintén Nyíregyházán kezdte meg repülőpályafutását. A témával kapcsolatban hétfő esti 35 perc című adásunkban bővenben beszélgetünk Horváth Péterrel.